illúzió, a szerelem. Hangzik Jakobi Viktor nagyoperettjének vezérgondolata. A Sibyl című operett műfajához hűen a váratlan szerelem témáját járja körül, ám ebben a történetben az átlagosnál több a csavar, félreértés és kegyes hazugság, olyannyira, hogy már abban sem lehetünk biztosak, hogy ki kicsoda. A mindenkit lenyűgöző művésznő Sibyl és az érte akár a számüzetést is vállaló katona kalandos történetét a Budapesti Operett Színház 2017-es adaptációjában láthatjuk. Szabó Máté, a fiatal rendező koncepciója szerint ez nem egy cukormázas operett, hanem húsvér szereplőkkel, a saját gondjainkkal, a mindennapi élet megpróbáltatásaival van tele, és nagyon érdekes, hogy a külső csillogásban ott vannak ezeknek a szereplőknek az életüket befolyásoló, egy kicsikét beárnyékoló problémáik, az életüket meghatározó keserű döntéseik, és rendkívül jól ellensúlyozza és hozza ezt a kettősséget a tragédia és a komédia között, ugyanúgy, ahogy az élet és a szerelem adja ezt. Rajta induljunk már is, vár is már, vár is! A Sibyl több szempontból is különbözik a hagyományos operettek világától. A szokottól eltérően itt két Bon Viván és két primadonna szerepel. Ráadásul a történet folyamán egy időre a szubretti szerepet cserél, és átmenetileg primadonnává válik. Ez egy komplex, kortól független szerelmi történet, amelynek az is adja a különlegességét, hogy nem egy primadonna, hanem három szerepel benne, ezért ez olyan, mint egy trimadonnai előadás. Kis Petrovom, remélem megbocsátja. Az operett legismertebb dala a Kis Petrovom című szerzemény, amelyhez még egy tréfás legenda is kapcsolódik. Molnár Ferenc egy hajnali mulatozás után éppen hazafelé tartott, akkor elhaladt Jakobi ablaka előtt, aki éppen az operetten dolgozott, és dallamfoszlányok szűrődtek ki a szobából. És utána másnap találkoztak egy klubban, ahol elkezdtek beszélgetni, és egyszer csak Molnár Ferenc elkezdte fütyörészni ezt a dallamot. Hát Jakobi teljesen elsápadt, megijedt, és azt mondta, hogy honnan ismeri ezt. És ugye Molnár Ferenc azt mondta, hogy hát ez most éppen Bécsben volt egy bemutatón, és nagyon nagy zajos siker lett ebből. És hát ő teljesen maga alá került, és nagyon-nagyon megijedt, hogy oda van az operett sikere, míg nem aztán Molnár Ferenc megnyugtatta, hogy mindez csak egy nagy vicc volt, és hogyha elkészül az operett, valószínű, hogy ugyanolyan siker lesz. A Sibyl fő témája az operett habkönnyű műfajához hűen a szerelem, ám ezúttal a történet nem csak a boldog, de a be nem teljesült, akadályoztatott szerelmet is bemutatja. Ez a bonyodalom érzelmi szobákban nyit be, az emberi találkozásoknak specifikus skáláját mutatja meg, és maga a mű tulajdonképpen az elválás története. De arra is rávilágít, hogy a szerelem tárgya kicserélhető. Ez egy illúzió, illékony és labilis. Hát ilyenkor egy tapasztalattal gazdagabbak leszünk, de egy illúzióval szegényebbek. A rendezésnek köszönhetően az operett műfajától eltérően a zene néhol háttérbe szorul, míg a hangsúly a színészi játékra helyeződik. A darabot keretbe foglalja az idősek otthonában a múltba tekintő, megőszült Sibyl visszaemlékezése. A főszereplő szépkorú énje nincs jelen végig a történetben, csak a legmeghatározóbb pillanatokban tűnik fel a színpadon. Ez egy nem forradalmi újítás, mégis az egésznek az elánya és eleganciája egészen üdítő. És van egy nagyon fontos mondani valója. Általában az ember, amikor visszatekint a múltra, akkor évek után jön arra rá, hogy mi volt igazán értékes és maradandó az életében. És legtöbbször azzal szembesül, hogy pont ezekre nem vigyázott igazán, és ezeket veszítette el. A Sibylben a komoly érzékenységgel bíró Jakobi ezt nagyon gazdagon és fájdalmasan zenésíti meg. Jakobi Viktor két leghíresebb műve, a Leányvásár és a Sibyl sikerét tekintve egyet kell értenünk egykori tanárával, aki a diákjait így értékelte. Szirmai Albert az, aki a legtöbbet tudja. Kálmán Imre lesz a legsikeresebb, de Jakobi Viktor köztük a legtehetségesebb. Thank you.
következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Megérkezhet. De addig beszélnem nem lehet, ezt nézzék el nekem. Amíg távirat nem érkezett, míg távirat nem érkezett, még nincsen új híre, semmi sem. Ha fenség a szállodába jön, majd éjjelezni kell. Már készen is árfogadásra vár ez a Gra Hotel. Már készen árfogadásra vár ez a Gra, ez a Gra, ez a Gra, ez a Gra, ez a Gra. Ez a Gra. Hotel. A jó személyzet úgy figyel, hogy gyors legyen és pontos. A fenségnek, ha bármi kell, itt semmi pénz nem fontos. Az ágynemű csak friss lehet, ha fürdőt kér a fenség. Se túl meleg, se túl hideg, és dolga nincs ott senkinek. Ha vízbe lép a fenség, a szem legyen komoly. Igen! Sehol se kell mosoly. Oh, a jó odor a fő előkelő, viszont iszonytató a faragat lasszó.
a csengetésre fuss, mint egy citus. Nem baj, ha nem vagy bájos, légy illemet tudó. A jó hozott a fő, viszont lenne szíves ezt a levelet föladni nekem? Hogy ne, tessék csak itt hagyni. Egy fél óra múlva csomagom érkezik. Küldjék föl a szobámba. Igenis. Ja, és ma délelőtt nem volt meleg víz. Hát bizonyára félreértés, dolgozunk rajta. Félreértés. Elnézést! Igen? Megmondanám nekünk, hogy mikor érkezik a nagyhercegnő? Miért? Kik maguk? Mi a nőegylet vagyunk? A nagyhercegnő. Bármelyik pillanatban megérkezhet. Köszönjük! Akkor értesítsük az igazgatóságot. Vasilij Vasiljevics, a nagyhercegnő lakosztályával szembeni szobát egy híres párizsi énekesnő foglalta le valami Sibyl. Vele jön az impresszáriója és az zongora kísérője is. Már megérkeztek a pétervári gyorssal. Vigyázzon, Vasilij! A hölgy! Világsztár! Nehogy valami gubanc legyen. Mondja, tényleg olyan szép? Majd, ha elutazott, megmondom. Nálam a szépség 50 rubel volra valónál kezdődik. Kérem, ezek a 10 fehér ruhás hajadonok, akik a nagyhercegnőt köszöntik. Mondja, lát itt valahol nagyhercegnőt? Bocsánat, nekem azt mondták, hogy a nagyhercegnő a délutáni vonattal érkezik. A délutáni vonat megérkezett, ergo a hercegnőnek itt kell lenni. Márpedig nincs itt. Valószínűleg az esti gyorssal érkezik. Júj, akkor ezt azonnal jelentenem kell a tantestületnek. Elnézést. Igen? Itt hagyhatnám addig ezeket az ártatlanságokat. Természetesen, de felelősséget nem vállalok értük. Jó estét! Lányok! Hes! Inkább majd visszajövünk később. Viszontlátásra. Micsoda? Még szemtelenkedik? Nagyon jól tudom, hogy mi jár az esze, de abból nem lesz semmi. Rendben. Na, csak azért mondom. Szatír! Na, kik voltak ezek a hölgyek? Ezek kérem a 10 fehér ruhás hajadorok, akik a nagy hercegnőt jöttek köszönteni, vagyis városunk szüzei, mind a 10. Hány lakos van ebben a városban? 100 000, uram. 10 000-enként 1. Világviszonylatban nem is olyan rossz arány. Hát az meg micsoda? Micsoda? Hát ez a fogantyú itt a falon. Hozzá ne nyúljon! Miért ne? Államtitok! De nagyon szépen kérem, semmi esetre se húzza meg azt a fogantyút. Ezt kérem olyan, mint vonaton a vészfék. Érdekes. Még egyszer mondom, semmi esetre se húzza meg. Ismétlem, semmi esetre sem. Poár! Poár, hol vagy? Itt. Fú, még 6 perc és letelik a 7. Már is? Azt mondtad, 1 hét és elmúlik. Letelt a 7. Gyere! Akkor még van 6 perc. Tudod mit? Nem érdekel. 1 hete vagyok a feleséged, és az esküvőnk óta meg se csókoltál. Poár, mi van veled? Nem tudom. Sokkot kaptam.
De mitől? A francia konzul összeadott minket. Alig, hogy elindultunk a szállodába, beértünk volna a szállodai szobába. Sibyl közölte velem, hogy férjez meg Petrovhoz. Most miért kellett eszembe jutatni, hogyha belegondolok, már megint beleremeg a gyomrom. Igen, és azóta egy doboz nyugtatóval nem. élsz házas életed. Nem. Délig alszol, utána meg... Titokban Sibylt szereted. Ezért kaptál sokkot egy teljes hétre. Nevetséges! Én nem szeretem Sibylt! Sibyl egy időzített bomba, egy idegbaj! Mert szerelmes. Kibe? Petrovba. Kiraboltak! Na mégis ki ette meg az egészet! Azt mondd meg, hogy akkor miért nem ment hozzá? Egyik pillanatban bejelenti, hogy férjhez megy és viszlát színpad, a következő pillanatban meg már ülünk is a vonaton. Olyan gyorsan mondtam le a pétervári koncertet, hogy még az előleget se bírtam visszaadni. Hát az biztos, hogy Petrov nagyon csinos fiú. Nehéz lehetett ott hagyni. Egy elkényeztetett majom még az ük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 
színésznőcskét. Én mondtam is Szibilnek... Szibil, Szibil, Szibil! Nem beszélhetnénk végre valami másról is. Dehogy nem, dehogy nem, dehogy nem. Na már. Jó, dehogy nem, na. Te tudod nekem, micsoda bevételem lett volna Péterváron, hogy mennyi pénzt vetettem Szib... Folytasd. Szinte. Rendben. Vesztettem, feladom. Én is. Elválok. Petrov miatt. Ezt akartam mondani. Jó, pénzt jó. Vesztettem Petrov miatt. Na, várj. Gyere ide. Gyere ide. Figyelj. Te még csak egy hónapja vagy velünk. Nem ismered őt. Más a zongorán kísérni, mint az életben kísérni. Én 5 éve kísérem a turnékon. Szervezem a koncertjeit, tárgyalok, falazok, lemondok, és tartom a hátam. Ezt a gyenge hátam. Megígérem, hogy ma estétől mintafér leszek. Csak ne nézd már ilyen félelmetesen. Nincs több nyugtató? Nincs. Biztos? Persze, most fogyott el. Mondjuk ki is kéne váltanom. Viccelek! Nincs több kifogás? Nincs. És nincs több sok? Esküszöm! Esküszöm ezután, ajkam az ajakán, falatozik, ahogy illendő. Csókolok eleget, retteneteseket, hős leszek, a tanum az ég. Nagyszerű szavalás, álma bizonyítás, bizony öregem az itt a fű. Nem hiszem a szavát, gyorsan az ajakát, hol marad a bizonyíték? Van valami, ami valami roppant jó, de csak is amikor a tűze robbantó. Ott lobog ez a tűz a leány, epedő, hasadó ajakán. Van valami, ami valami roppant jó, de csak is amikor a tűze robbantó. Ha jön a kicsi nő, ne habozzál, ne izégy, gyere már, ne bolondozzál. Jaj, te gyönyörű ez, csak te ne ijedez, öleld meg a kicsi asszonykát. Én nekem, aki nős, nem lehet ijedős, férfi, ha pipogya, mit ér? Esküszöm ezután, hős leszek igazán, ölelem a kicsi asszonykát. A szívem sose fél, és ha jön a veszély, elszaladok ügyesen én. Van valami, ami valami roppant jó, de csak is amikor a tüze robbantó. Ott lobog ez a tűz alá, epedő, hasadó ajakán. Van valami, ami valami roppant jó, de ha megijed a szíved, az bosszantó. Jön a kicsi nő, ne habozzál, ne izégy, gyere már, ne bolondozzál. Gyere, jó. Gyere, ne bolondozzál, gyere.
Hallottad? Mi valaki pisszeget. Jó, ne figyelj oda, gyere. Monsieur Poir. Ez a hang. Én nem merek oda nézni, te se nézd oda. Ugye nem fogsz megint sokkot kapni. Monsieur Poir. Petrov. Tá, Istenem. Hogy kerül maga ide? Hol van Sibyl? Sehol. Hát sehol. Nincs Sibyl. Mit akar Sibyltől? Tudja, hogy maga miatt mondtuk le a koncertet. Hát maga miatt szoktunk el Péterváról. Mégis van pofája ide jönni. Menjem innen. Tényleg sír? Megint sokkot kapott. Jaj, hol a gyógyszerem? Mi, nem azt mondtad, hogy elfogyott? Jé. Nehogy bebert venni. Nem hallotta, menjen már innen. Ez a szerencsétlen megint hasznavehetetlen lesz egy hétig. Rendben, akkor megyek és megkeresem magam. Jó. Várjon, nem mehet fel csak úgy. Poár, Isten áldjon meg, menj már utána. Lidérces vad éj. Amikor szívedet, mint papírgyűri, és markolásza a romlás. Hányat vettél be? Csak egyet. Egy levéllel, láttam. Levél? Milyen levél? Kis Petrovom, remélem megbocsátja, hogy búcsú nélkül hagytam el magát. Tudom, hogy ön Sibylnek jó barátja, s egy jó barát az mindig megbocsájt. Kövesse példám, álmon ilyen, a sós nekünk a válást rendeli. Ha fáj is kissé, Petrovom, ne féljen. Azért a szívem nem szakad belé. Ma érkeztünk, és már visszatér a szép idill. Házunkon olvad már a hó, s majd, hogyha zeng pacsirt a szó, esküvőre lép.
hátrom. Miért szöktél meg? Előlem, egy szó nélkül. Ó, mert jobb így. Katona vagy karrier előtt állsz. Abba egy színésznő nem illik bele. Dezertáltam. Micsoda? Nem jelentem meg tegnap a cári palotában. Azonnal visszamész és jelentkezel szolgálatra. Késő, testőrtiszt vagyok, megszöktem, ez minimum Szibéria, de most már. Most már nem dobhatsz ki. Ne, ez őrültség. Az első vonattal indulunk Párizsba. Szereztem útlevelet. Maurice Chevalier színész, ez a sors, nem? Párizsban lakást bérelünk és összeházasodunk. Mit szólsz? Nem is tudom. Szibír, én mindennél jobban szeretlek. Nincs az a háború, amiben úgy félnék, mint amikor eltűntél. Hozzám kell jönnöd. Ó, igenis, Petrov testőrtiszt. Csak Petrov, ha akarod. Petrov, te buta, te! Hát persze, hogy akarom. Tudtam! Boár, csomagolunk! Tudtam, ezt is tudtam! Ajaj, csomagolunk? De miért? Mert azonnal indulunk Párizsba. És a holnapi koncert? Elmarad. Így legyen a ötösöm a lottón! Na és? Na? És miért marad el? Ha szabad kérdeznem. Mert Petrov megszökött az ezredétől, és most körözik. Ha elkapják, azonnal Szibériába küldik. Ó, és ez minket hol érint, ha szabad kérdeznem? Mivel itt vagyok maguknál, maguk a cinkostársaim, és ne ijedjen meg, Pohár. Nem fogok. Már megijedtem, az nekem elég egy hétre. Mivel maguk rejtegetnek, magukra is Szibéria vár. Na! Olli dérces, vad éj, amikor szívedet, mint papírgyűri, és markolásza a romlás. Mit vettél be már megint? A nyugtatót elkoboztam. Maradt még egy kis stresszoldó. Ide vele. Csupa gyógynövény. Akkor is. Becsomagolunk és indulunk Párizsba. Nem vagyok jól. Jaj, tényleg? Ne vágj már ilyen ilyet képet, Poár, a végén még miattot fognak elkapni minket. Jaj, Istenem, mosolyogj már, hiszen nincsen még semmi baj. Hát ami azt illeti, Oroszországban vagyunk, és itt sosem lehet tudni. Bármikor betoppanhat egy tisztecske, vele egy táviratocskával, benne egy elfogató parancsocska. És hogy beszél maga? Még inkább vegyen fel valami civil ruhácskát. Na, ez csak egy ilyen javaslatocska. Jó estét! Jó estét, Szibéria! Nincs itt senki? Jó estét! Jó estét! Jó estét! Hadnagy úr! Blagodászki hadnagy! Nem Petrov! Bár az is P-vel kezdődik, de semmi köze hozzá! Parancsol! Mosolyog, nem látod? Milovszki vagyok, a szálloda igazgatóját keresem. Sürgős, hivatalos ügyben. Amint látja, nincs itt. Látom. Hadnagy úr, lehet egy kérésem? Hallgatom! Nekem is lehet! Táviratot hoztam a hotel igazgatójának, de mivel ő nincs itt, én pedig nem várhatok, megkérném, hogy adja át neki. A nagyhercegnő értesíti a szállodát, hogy csak az éjféli gyorssal érkezik. Maga óhajt valamit? Ő beteg. Vagyunk. Természetesen átadom a táviratot. Köszönöm, nagyon lekötelez. De az ördögbe is. Megkérdezhetem, hogy mi a baja? Meg, de akkor elmondom. Sajgassam. Ez milyen szomorú. Elfogad tőlem egy borzaskát. Nagyon finom. Mogyorús. Köszönöm a borzaskát. Hát akkor, éljen a cár! Éljen a cár! Éljen! Hála Istennek, már annyira megijedtem. De meg majdnem elrontottál mindent. Hogy én? Én csak kedves akartam lenni. Igen. Mit csinálsz? Pohár! Nem szabad ilyen jónak lenni! Halkabban. Úgy érzem, hogy hat a gyógyszer. Jól van. Vagy a borzasnak. Becsomagolunk és indulunk Párizsba. Jó, hát Párizsban legalább nincs ilyen hideg. És nincs Szibéria. Párizsba, és mindent elfelejtünk! Párizs, bár csak már ott lennénk! Hoppá, viheted ki? Rajta induljunk már is, Párizs már, Párizs! Ott lesz szép az életünk! Ív a színház, úgy mennék, oly szép az emlék! És most újra int nekünk! Egy a főmérhez minden, kin lenni innen! Nem kell félni, mint a nyúl. Semmi tettetés, rettegés, hencegés, reszketés, gond mind elsimul.
A rajcsípnek flörtön, rögtön vár a börtön. Ott kint más a népszokás. Ott csak egy diktál ábor, rángol a mámor. Fiatort a villogás. Ó, ha szívünk nagy álma, már ma beválna. Eljön végre nem vitás. Élni kezdetben, kettesben, majd végül többesben. Oh. Ez kell semmi más. Sose volt így jó. Napsugárban, holdvilágban, esthomályban, járni párban, élni nyáron jó. Vagy ha szállom, május éjjel, őszi fényben, együtt élni jó. Elmegyünk Párizsba, és elfelejtünk mindent! Na jó, 10 perc, és indulunk. Itt várlak. Jó, rendben. Nem kéne átöltöznie? Nem kéne okoskodnod. Jó, jó, megyek. Jó, bár csak tudnám, hogy mire való ez a fogantyú a falon. Hagyd már a hülyeségeidet, és gyere! Jól van már. Komolyan. Psz. Na megint ez a hang. Igen. Monsieur Poir. Igen. Amíg itt vagyunk, Plagodarski a nevem. Na. Micsoda? Plagodarski. Gyönyörű név. Nem bonyolult ez egy kicsit? Na. Én szóltam. Senki? Alázatos tiszteletem, kormányzó úr! Borcsakov vagyok. Kérdeztem? Nem. Akkor válaszoljon, amikor kérdezem. Igenis. Ez a kommunikáció. Kérdés és a válasz. Most pedig a kérdés. Hol az igazgató? Az igazgató úr kórházban fekszik. Én helyettesítem. Hol helyettesíti? Természetesen itt a szállodában. Rossz válasz! Menjen a kórházba, az igazgatót küldje ide, maga pedig feküdjön az ágyába. Istenem, ha megtehetné. Kicsoda maga? Most mondtam. Ki oktat értelmetlen alak? Csak azt mondtam, kérdeztem? Hogy... Kérdezni méltóztatok. Akkor miért nem válaszol? Borcsakov vagyok, az igazgató úr fel... helyettesem. Na csak, hogy kibírtad nyögni. Jutalmul befizethet 2 rubelt a kormányzói keretbe minden vendég után. Igenis. Na ez most sok, jó? Hozzám. Most akkor halljam, hogy... mi az? Hogy áll a riasztórendszer, ugye... Mi az? Aminek a kiépítését ugye elrendelni méltóztatom. Hátba fütyül! Na ez sok! Jelentem, a rendszer elkészült. Én. Csak meg kell húzni ezt a kis kart, és a szerkezet működésbe lép. Helyes! Pihenj! Nos, uraim, ez az én remek, kiváló ötletem a nagyhercegnő fogadására. Hát én nem akartam...
Hát bocsánat. Nem akartam hagyományos fáklyás menetet, hanem igazi meglepetést. Éppen ezért, uraim, amíg a nagyhercegnő fel nem ül a díszhintóra, a város csendes és sötét. Nem történik abszolút semmi. De, amint az általam megjelölt személy meghántja a kogancsot és jelt ad, a riasztórendszer működésbe lép, és a város 24 pontján riadóztatja a titkos egységeket. Egyszerre eldördülnek a díszlövések, megfújják a harangokat, megkongatják a trombitákat, lovas ezredek száguldanak be, és dudoráztak, szüzek százai lobognak, majd egyszerre zendül fel 5 katonazenekar, különböző 6 dalla, indul. Ja Isten! Mi az? Történt valami? Na, mit szólnak ehhez az egészhez? Kérdezni méltóztatott? Azt hiszem, igen. Jó! Elég legyen már! Na, szabadítson meg a medvét, és most pedig jelentsen be a nagyhercegnő felségénél. Igenis, azaz... Mi azaz, azaz? A nagyhercegnő még nincsen itt. Ja, dehogy is nem, hát a délutáni vonattal érkezett, ugye? Hát annyi dolgom volt, lehetséges, azonnal utána nézek. Egy pillanat? Igen. Bocsánat, ön azt se tudja, hogy a nagyhercegnő itt van-e, vagy sem? Nem sértődik meg, hogyha halkan megjegyzek valamit? Takarodjon tükörtojás kifelé! Nos, uraim, hozzám! Mondják csak, elgondolkodtak már azon, hogy milyen lehet egy civilnek a feje belülről? Kérdezni méltóztatott? Költői kérdés volt, pihenj! Mi ez? Ha kicsodák maguk? Kérem, ezek a 10 fehér ruhás hajadonok, akik a nagyhercegnőt köszöntik. Értem, tehát 10 fehér ruhás hajadonok. Na most a számolása sose volt az erősségem. Hát, uraim, hány szűzfő ez itt, kérem? Jelentem, ez itt 5 szűzfő. Tehát 5 szűzfő asszonyom. Kisasszony. Asszonyom, miért mondta az, hogy 10 szűzfő, amikor ez itt csak 5 szűzfő? Mert egy fél órával ezelőtt még 10 voltak. Sajnos elengedtem őket egy kicsit sétálni, és út közben úgy férhez ment 5. Jó, értem. És nem lehetne valahogy úgy feltölteni a létszámot? Ahogy a helyi viszonyokat ismerem, ez teljességgel lehetetlen. Hacsak! Ha csak be nem állok én is közéjük, én ugyanis... Marad a létszám! A nagyhercegnő még pihen, majd jöjjenek vissza, amikor riadóztatom magukat! Kifelé! Gyertek, lányok! Jó, gyertek, jó. Hajadonok! Maradjunk szorosan együtt! Himpellér! Micsoda? Hát csinosak! De hogyha nem igyekszünk, hamarosan egyen se leszek a 10 hajadon. Megáll! Kicsoda maga! Blagodászki, szabadságot, hadnagy Péterváról! Blagodászki, hadnagy, hazam! Uraim, megtennék, hogy megfordulnak? Köszönöm. Nos. Oda. Éppen most kaptam az értesítést, hogy köröznek egy szökött pétervári testőrtisztet, ugye? Ugye haja barna. Barna. Szeme barna. Barna. Körülbelül 180 centi, mint én. Oh. Jó képűnek mondott. Mi? Megmutatná a papírjait. Blagodarszki hadnagy. Sajnos nincsenek nála. Sajnos nincsenek nála. Bizony sajnos. Van esetleg valami ismerőse, aki esetleg igazolni tudná magát? Sajnos nincs, nem ismerek senkit. Bizony kellemetlen, nagyon-nagyon kellemetlen. Illetve mégis. Mégis? Az az úr. Ismer engem még Párizsból. Párizsból? Olala! Hey, mi? Hogy mer meg a függelésnek? Az én jelenlétemet tudja, hogy ki vagyok? Én vagyok ennek a városnak a kormányzó! Bocsánat,
hozzám szólt? Nem kérdezi, én kérdezek! Ne kérdezzek? Visszakérdez, ezt utálom a legjobban, nem? Jó, na. Kezdjük előről. Válaszoljon! Ismeri ezt az urat? Ki ismerem-e? Nem kérdez, nem kérdez, nem kérdez, jó? Jó, jó, én kérdezek. Jó. Ismeri ezt az urat? Ezt nem kérdezte. Hát most kérdeztem, letagadja? Ja, most igen. Azt nem kérdeztem, hogy mikor kérdeztem, feleljen! Most mire feleljen? Nem kérdez, hát itt én kérdezek, vászani, mert mondtam, mi kérdez az úr. Na? Mondja meg az kormányzónak a nevemet. Na mondjam, hát meg. Monsieur Poirot. Elfelejtettem. Az nem lehet, Monsieur Poirot, kérem gondolkozzon. Gondolkodjon! Pet! Petik, tudtam, Petik, itt volt a nyelvem. Blagodarski! Ki, ez az megvan! Baszki! Hát bizony, hogy megvan. Ön, uram, nem Blagodarski hadnagy, hanem Petrov testőrtisz, Szentpéterváron. Kérem, fogják el a szökevényt. Kérem, uram, én mindent meg tudok magyarázni. Szibéria. Na jó, vagy semmi baj. Na ezt a másikat is, jó? Engem miért? Figyék csak. Nem is ismerem, a nevét se tudom. Engedjék el őket. Mi az? Ki? Micsoda? Azonnal engedjék el az urakat. Hogy mert nekem maga parancsolni? Hát kicsoda maga? Hát tudja, hogy a városnak a kormányzat. Kérdeztem, nem kérdeztem. Hagyjon engem ebbe béke, jó? Nincs a nagy, mi a nagy hercegnő? Nagy hercegnő, hát persze, hát... Igen, igen, én vagyok. Na most bocsásson meg, hát bepárásodott a szemem, és nem vettem észre, hogy maga itt. Hát ez, bocsásson meg, ez a kellemetlenség, ez a félreértés, hogy hát én nem is tudom, hogy tudnám jóvá tenni, hát... Tisztelelge, nagy hercegnő elő, most! Nagyon csodálkozom, kormányzó úr, hogy így bánnak a kíséretemhez tartozó urakkal. Félreértés történt. Uh-huh. Blagodarski hadnagy a biztonságomért felel, az úr pedig itt. Impresszárió és régió barátom. Hát persze az impresszíziója meg a barátja. Hát hogy is lehet, persze, hát... Engedjék már el őket, ökrök! Ők. Köszönöm, kormányzó úr, higgy el, hogy nem ön a hibás. Nem. Szigorú inkognitóban érkeztem. Az urak is ezért feleltek önnek olyan furcsán. Én csak egy kis nyugalomra vártam. Jaj, hát persze, hát ez érthető a bál előtt, ugye? Hát kegyed elragadó. Ez a nagy hercegnő? Hát hallja. Hát milyen a termés a városban? Hogy a termés a városban? Hát, hát az idén nem teremt semmi, de ha parancsolja, jövőre fog. Bevetjük a sétateret akár. Nagyon helyes! Igen, engedje meg, felséges asszonyom, hogy bemutassam önnek az 56. lovasezred tisztikarának küldöttségét. Nagyon örvendek. Maguk mind katonák? Hát nem. Hát engedje meg, hogy emlékeztessem, hogy az 56. lovasezred... Nem csinálja! 56. lovasezred nagyon büszke, hogy az ön tulajdona. A tulajdonom? Hát most mi? Hát születésekor kapta, tudja ajánlni, emlékszik, nem így, így, nézze meg így, most, így, ha így. Hát persze, az én nagyon kedves, drága, 56. Most csinálja! Lovas ezredet! Így van, így. Jó, elég. Engedje meg, felséges asszony, az 56. lovas ezred elkészítette az ezredparancsnoki köpenyt és a sákót. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Na, parancsol fog. Köszönöm. Egy pillanat. Hol a nadrág? Na, mi? A nadrág. Hol a nadrág? Hol a... Ja, hát az rajtad, de egy pillanat alatt megszabadulok. Ne, kérem, marad! Jó, a nadrág marad! Háromszoros kurán most a őfenségének, most! Hurrá! 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 Nagyon én hozzára készül, felséges asszonya! Figyelj a koreográfia! Ellenáll, nincs aki ellenáll.
Engedje meg, hogy megjegyezzem, ön a legfestőibb ezredes az orosz hadseregnél. Köszönöm, köszönöm. Uraim! Ó, bábulatos, igen. Elmehetnek! Éljen a cár! Éljen! Mi kellemes, mi bájos ezredes, királyi terve, tartsuk, mint a lát, nincs, aki ellen áll, ha véle szembe lát, meg hívunk érte száz a csodát! Helyszíges asszonyom, szabad lenne érdeklődnöm, hogy mikorra álljon elő a díszhintó, ami önt majd a bálba elviszi esetlegesen. Kérdeztem? Nem tetszett kérdezni, párul. Jaj, hát micsoda humorérzék, persze. Szóval a díszintó, ami majd a bál... Ó, egy óra múlva, addig át kell öltöznünk. Nekem szíves. Jöjjenek, uraim! Igen, uraim! Becsomagoltam! Hát, indulhatunk Párizsba! Mi van? Mit viselsz már te is? Kisasszony, bocsánat meg, ne inzultálja itt a nagyhercegnőnek a küldöttséget, jó? A kísérletét. Én nem inzultálok senkit. És egyáltalán milyen nagyhercegnőről beszél? Hát róla! Mi vagyunk a kísérlete. Nem értek ám egy szót sem. Bocsásson meg, ismeri ezt a hölgyet? Igen, nem. Jelentem, össze vagyok zavarodva. Na, akkor most pihenj. Hát, igazán furcsa, hogy kicsoda maga? Nos, hát ki is lehetek? Ki lehet? Olyan ismerős, nem jut az eszembe. Nekem se. Ez most valami vicc, Szibil? Jaj! Hát Szibil művésznő! Akinek holnapra hirdetik a koncertjét, hát persze, hát a kukkerem. Igen, igen? És kikérem magamnak ezt a hangot? Fáradt vagyok, mint a hanyatlás végi Róma.
A híres és énekesnő, akit már olyan régen szerettem volna megismerni. Monsieur Poir, kérem, mutasson be minket egymásnak. Sibyl, nagyhercegnő, Sibyl. Igen. Kormányzó! Itt vagyok, kormányzó! Nagyhercegnő Sibyl, kisherceg, nagyherceg, zenekar, közönség, karmester, ügyelő, szereplők, tévékamerák, stb. Az úr pedig itt a művésznő impresszáriója. Ja, ugye, ja. Igen, impresszáriója, Poár vagyok. Üdvözlöm, monsieur impresszárió, üdvözlöm. Na, hajolj meg Charlotte a kormányzó előtt. Hogy Charlotte? Sibyl. Charlotte Sibyl, ahogy mi franciák nevezzük. Ja, hát persze, hát ugye a franciák. Engedje meg, felséges asszonyom, hogy meginvitáljam az isteni művésznőt, hogy énekeljen néhány dalt. Micsoda, hogy én? Nagyon jó ötlet. Én, hogy én énekeljek? Mikor és hol? Természetesen ma este a kormányzósági bálon. Könyörögni kell neki, hiszen a hölgy világsztár. Hát persze, hogy ne. Hát igazán, hogy is mondjam, boldoggá tenne, hogyha teljesen lekötelezne, hogyha esetleg gondolja, hogy... Kérem! Hát én nem is tudom, hát hogyha... Hát hogyha ennyire óhajtják! Kérem! Köszönöm! Szentséges atya úristen! Tulip Noir! Tulip Noir! Mi baja? Mi baja? Urányzó úr! Egy pillanatnyi rosszul ég! Ez az illat! Szedjék össze a kormányzókat! Fektessék le valahova, és... Tulip Noir! Kérem, tájékoztassanak a hogy létéről! Igen, nem lehet igaz! Tulip Noir! Vigyázzon már magára lépe! De mi folyik itt? Drágám, most blattolni kell. Hát az óriási bajban vagyok. Á, nem, nincs itt semmi baj. Csak mielőbb el kell tűnnünk innen, még a bál előtt. Jó, de hogy jutunk ki az állomásra? Most már mindenki ránk figyel. Na! Átöltözünk, mintha az estére készülnénk. Aztán két kocsit rendelünk a hátsó kijárathoz. A személyzetnek azt mondjuk, hogy kerülni akarom a feltűnést. Ezért szeretem. Remek. Elindulunk a kormányzói palota felé, mintha az estére mennénk, elfordulunk az első kereszteződésnél balra, és már irány is az állomás. Te vagy a legokosabb nő a világ. Na, ugye. Most csomagoltam be, most öltözzek át. Siess már! Na, jól van. Te nem jössz? De, megyek, menj, nyugodtan menj, nekem még van egy kis elintézni való. Ah, értem. Mutasd a zsebedet. Minek? Azért. Mert a nyugtatót már elkoboztam, a stresszoldót is elvettem, de biztos van itt még valami kész patika az öltönyöd. Ez mi? C-vitamin. És az mi? Nem tudom, így neveztem el. Elviselhetetlen vagy! Egy roncs! Roncs vagyok, igen, roncs. De ki tett azzá? Azt hiszed. Jaj, súgd meg nekem a titkodat. Na most hozzá ne érjen, ha kedves az élete. Miért ne? Nem kérdez. Itt én kérdezek. És tudja mit? Most kérdezek. Jöjjön csak. Mondja csak. Igen. Ön az isteni művésznőnek a... Igen. Hogy is hívják? A, mi? Impresszáriója. Ja. Na mondja csak, akkor az isteni művésznő mindig Tulip Noir-ban a művet használ. Azt hiszem. Na, tudtam. Miről van szó? Na várjon csak, mondja, hogy kicsi a kezem. Mondja, hogy icipici! Ó, egy pillanat. Na? Most a művésznőről kérdez. Na? Jó, át kell állítanom az agyamat. Na. Igen, icipici. Tudtam, ő az. Nos, mondom, tényleg miről van szó? Nem kérdez, jó? Nem kérdez, hogy... Illetve tudja mit? Igen. Most az egyszer kérdezzem, hogy kiönthessem a lelkemet. Tényleg? Na kérdezzem. Most tényleg kérdezzetek komolyan mondani? Kérdezzem, lepítem az arcádba. Mire való az a fogantyú a falon? Na én nem is tudom, hogy hol kezdjem ezt az egészet. Két lélek lakozik ebben a kis testben. Az egyik a Marcon, a szigorú tábornoké, a kimagasló közéleti személyiségé, bla bla bla. A másik egy ártatlan kis kadété, aki valaha halálosan szerelmes volt, és elég egy illatfelhő tűnik, noár, és a Marcon, a tábornok megszűnik, eltűnik, a kis kadét pedig feléled. Érdekes, ugye?
Hát biztos velem van a baj. Hát Szentpéterváron történt az eset egy álarcos bálon. Bűbályos teremtés. De nem a matrioska külseje, hanem inkább a belseje, de érti, hogy miről beszélek. Egyáltalán nem. Az állarcot nem vette le, de az a szempár, és az az illat, tulip noir, fekete tulipán. Éjfél után eltűnt, és nem maradt belőle semmi más, csak az illat és egy fél pár kesztyűját, azt nálam felejtette. És én azóta is kutatom, hogy vajon ki lehetett ő? Hamupipőke? Maga gúnyolódik, de én nagyon lövöm. De, na nézze, csak itt is van. Hát azóta már oly sok hölgyel felpróbáltattam, de mindegyikre kicsi volt, mert olyan pici, olyan icipici. És én követem, kutatom az eltűnt kezet egy életen át. Szerintem maga őrült. De most megtaláltam! És maga összehoznál, ha kedves az életet? Kivel? Hát, tudatóával, civil művésznővel, mert tudom, hogy ő az. Igen, arra nem gondolt, hogy ezt a parfümöt több ezer nő használja. Na, most csak egy civil lehet ennyire értetlen. Magának fogalma sincs, hogy minden parfümnek minden női testen más és más illata van. Nekem abszolút szaglásom van. Én ezt az illatot 30 éve őrzöm az orromban. Értse már meg, hogy Szibil 30 évvel ezelőtt még csak bölcsödés volt. Vagy meg sem született. Hát nem bálozhatott magával. Na. Ismerem én a művészeket. Igen. Hát láttam én már 70 éves primadonnát is, aki 20 éveseket játszott a színpadon, és elhitték neki. Most ön ezek szerint azt mondja, hogy Szibil csak játssza a fiatalt. Hát fordítva. Hogy fordítva? 2 évesen játszott el, hogy 20? Na ki tudja, hát tehetségkérdése az egész. Fogja már fel, hogy Szibil francia, és ott is született, és esküszöm, hogy soha életében még csak nem is járt az önök őrült országában. Még egy szó, és agyonlövöm. Nincs több ellenérvem. Na, ide figyeljen, Monsieur Poir. Amit az előbb beszéltünk, az maradjon egyenlőre a kettőnk titka, amíg egy adott pillanatban a kezébe nem csúsztatom az ismertető jelet, a kesztyűt. Jó, csak tegye le a pisztolyt. Ja, ahogy kéri. Na. Még egy aprócska kérdés. Jó, nagyon gyorsan, mert nagyon nehéz napom volt. Magának is? Na, ide figyelj, ha közben járna az érdekembe, hogy a isteni művésznő a ma esti bálon senki mással ne táncoljon, csak velem! Hát ezt megígérhetem! Ma este senkivel se fog táncolni! Igazán lekötelező, köszönöm szépen! Boár! Ha nem jössz azonnal átöltözni, nem olyan mondom, hát a művészvilágban így szokás. Kormányzó úr, jobban van már? Olyannyira, hogy a ma esti bálon szeretne veled táncolni, ne kérdezz semmit. De te beleegyeztél? Ugyan miért kéne az ő beleegyenése? Ó, hát mint impresszáriója. Mesebeszél. Aj, milyen pici, milyen icipici. Mármint, hogy a kezed szabad. Hopp, és pont beleillik az enyémbe. A másik is. Hopp, művésznő. Remélhetek, hogy ma este bejegyez a táncrendjébe. Hát, nagyon szívesen, de vigyázzon, mert én tönkre táncolom ám a táncosaimat. Hát, akkor vállalom! Hogyha egyszer táncba kezdtek, ott a férfi lábor reszket, kész fiaskó! Ne mondja borzasztó! Nem való a tánc a vénnek, mert az ifjak lázban égnek, kár a sok szó! Pedig a tánc oly jó! Oh! Helyt is álljon az ki férfi, ezt nelenki, ezt nem érti, értse meg már! Az ész az bajjal jár! És ha szédül és elkékül, elmegy ám a kedve végül, járja azt az ifjú pár, de lássam már! Addig jó a tánc, amíg izmos rám, vén csak nézze, aztán járja tovább! Ha közben ugrik, csak összecsuklik, mit érhat bennék az emlék? Jaj, hogy sikerült ez nemrég, ha nem állja már! Megtanítom táncra újra, mert amíg meg nem tanulja, úgyse kap nőt. Pedig úgy vágyom őt. Áú! Más az új tánc, frissebb, vígabb, mást kívánnak már az ifjak, nem keringőt. Pedig az mégsem sőt! Megmutatjuk majd mi ketten, hogyha látja majd megretten, bírni kell ám. De azt még bírom tán.
Vén a kecske, mégis hegyke. Megtanítja majd a lecke. Majd kidől a tánc után. Na lássuk, hát! Na, addig jó a tánc, amíg izmos a láb. Vén csak nézze, azt ne lejárja tovább. Ha közben bugyrni, csak összecsukni. Mit ér, ha bennék az emlék? Mert hogy kikerült ez nem rég, ha nem állja már. Pici! Milyen icipici! Tudja mit? Találkozunk a bálon. Éljen a cár! Éljen a cár! Éljen! Jaj, de éljen! Nagyon, nagyon éljen a cár! Találkozunk a bálon. Jaj, hát maga is milyen szép ember, jaj, na. Soha többet nem akarom látni ezt a kecskét, világos? Nem érzem jól magam. Monsieur Poire, maga még nincs kész, mindjárt izgulunk. De, kész vagyok, 28 nyomorult éve! Na menjünk a vonathoz! Halkabban, jó? Elnézést! Parancsol, hadnagy úr! Két kocsit kérünk a hátsó kijárathoz azonnal. De a díszintó már megérkezett, és szigorú parancsot kapta. A nagy hercegnő kerülni akarja a feltűrést. Kérem, menjen! Igenis. Hogy ebből mekkora baj lesz? Indulhatunk. Gyönyörű vagy. Civil, civil! Felségét szólíts még! Grácia fejemnek! Még ma este arra kérlek, szólíts hercegnő! Drága felség! Majd holnap ébred a világ, zöld a lombos üde ágon. Majd holnap nyílik a virág, mi rendes, nincs egy hiba rajt, ez a sik itt. Nem
férhet a szó merev ingethez, a frak kivasalt, ahogy illik. Ez az egész oly ostoba, sorsom mostoha, üt rám, csap rám, Isten ostora, rajtam átfut a görcsös agyguta, baj lesz mindenképp. Sajnos már rövid az idő, fussunk, szökjünk, nem vár a vonat, baj lesz majd, ha valaki jő. Szörnyű, rosszul érzem magamat. Menjünk hát, gyere, ó, mi szép rege, nincs már messze, Párizs hékege, nem lesz baj. Noha sorsom mostoha, eztán mégsem szép. Sajnos már rövid az idő, fussunk, szökjünk, nem vár a vonat, baj lesz majd, ha valaki jő. Most egy a fő, valaki bejő, rövid az idő, átjő. Fenséges úrnőm! A szállodás ön, ha nem gyanítom. Fenség, az vagyok. Két bérkocsi szolgálatára áll, de diszkréten hátul a kis kapunál. Az helyes, hogy két kocsi vár, és hogy készen áll diszkréten hátul a kis kapunál. Két kocsi áll hátul a kis kapunál. Az helyes, hogy két kocsi vár, és hogy készen áll diszkréten hátul a kis kapunál. Két kocsi áll hátul a kis kapunál. Az helyes, hogy két kocsi. Készen áll diszkréten hátul a kis kapunál. Két kocsi áll hátul a kis kapunál. Kész, hogy két kocsi van. Kapunál! A művész már velem jön majd. Feséged, oly kegyes! Mi tisztesség! Mély reverenciám! Áldja meg az hív! Fenség! Ha kézen is vannak, hát mehetünk! Fenség! Fenség! Nincs el erre szó. Aranysnak tekintem hát, kegyes felség óhaját. A testőrömön tehát kövessen. Itt erre kegyeskedjék. De valami van, ez az, ami itt tart rég. A kiderül a titok, ami izgat rég. Egy kicsi lobogó, ez a vészfék. Na de jár! Aki mer, ugye nyer. Bor! Mit csinálsz? Megadta a jelt! Mi ez? Mi csinálsz meg? Mi ez? Bye.
Tessék, szép városunk díszben áll, ma zúkalán, ma zeng a szent korál. Leng a zászló az utcák során, száll a himnusz a nép hajakán. Fákja ég, fegyül az ég, és vár csodás díszfogat felség. Fákja ég, fegyül az ég, és vár csodás díszfogat felség. Házam száz szerme mind díszben áll, csodálatos vidám lesz ott a bál. Felség vár, harsogó, pattogó, bandaszó, és a nép megcsodál. Mi csoda varázs, minket új megbavarázs, dalba megyek veled én, lassan elhagy a remény. Szomorú lesz ez a bál, kinn a könnyű hószitál, nem ült erő sohasem, reménytelen a szív. Szerzséges asszonyom, művésznő, erre parancsoljanak. Rendben. Akkor indulunk a bálba. Jó szórakozás! Érezzék jól magukat. Szép estét. Bocsánat, igen? Érdeklődnék, hogy megjött-e a csomagom. Még nem, sajnos. Hallatlan. És annak ellenére, hogy a héten már többször szóltam, még mindig nincs meleg víz. Félreértés, dolgozunk rajta. Igen? Ő felsége a szobájában felejtette a sáját. Parancsot kaptam, hogy vigyem utána a palotába. Hát nézze azért, az mégis csak fölháborít, hogy... Konstantin nagy herceg nőfensége! Később visszajövök! Tízes szoba! Mennyi idő alatt jöttünk? 3:12 fenség! Szép! Halázatos tiszteletem! Borcsakov vagyok, az igazgató úr helyettese. A nagy hercegnő a szobájában van, ugye? Már elment a bálba pár perccel ezelőtt. Ilyen korán? De óhajtja, telefonon értesítjük a kormányzósági palotát. No, nem kell, tudja, meglepetésre. Meddig várjunk még? Már ne haragudjanak, órák óta a lovak a forrásésben ott. Mi az? Hát ez az. A fenséges asszony két bérkocsit rendelt a hátsó kijárathoz, de közben megérkezett a díszintó. A hátsó kijárathoz? És minek? A hadnagy úr adta ki a parancsot. Feltörés nélkül óhajtottak távozni a művészpárral négyesbe. Úgy hallottam a vasúthoz. Éjjel a cár! Éjjel! Felséges az, hogy sája. Parancsot kaptam, hogy vigyem utána a bálba. Ó, ne fáradjon majd én! Elviszem. Mondja azt, hogy a sálat nem találta, a velem meg nem találkozott. Megértette? Igen. Reléphet. Testőrtiszt, művészpár, vasút! Mi a fenét jelentsen ez? Ez nem is az ő párfőnje. Különös. De jó párfő. Kezd a dolog érdekelni.
nagyon is érdekel. Menjünk, uraim, menjünk, de hova is? A kormányzósági palotába. Úgy van. Induljunk a bálba. Nagyságos asszonyom, engedje meg, hogy bemutassam városunk előkelőségeit. Nagyon örvendek. A polgármesterünk... Ne. Neje? A Városi Anyaszövetség elnökasszonya. Örvendek. Mondja, szaporodnak már a polgárok? Hát, amennyire tőlem teli, felséges asszonyom. A tűzoltó parancsnok és kedves neje, az én nővérkém hasonlít is rám. Örvendek. A Városi Előjáróság elnöke, az én nagybátyám, és ő itt, az unokaöcsém, nemrég nevezték ki, másodtisztnek a legrangosabb cirkálónkon. Mihály Nyikorszky! Nyikorszky. Színos fiú. Csinos. Magából is hamarosan parancsnok lesz. Amennyire tőlem telik, felséges asszony. Felséges asszonyom! Városunk szűzei a pártfogását kérik. Már megint maga? És már megint hiányos a létszám? Mit csináljak? Ennyi maradt! Hány szűzfő, ezt kérdezem én től? Három. Csak kettő! Megértette? Csak kettő. Figyelmeztetem, hogyha ők is férjhez mennek, akkor maga egy vidéki iskolából fog nyugdíjba menni. Hát az kormányzó úr, kérem, ne rontsa el itt a hangulatot. Ó, köszönöm, felséges asszonyom, barbár. Rögeztem! Igaza van, ne hagyjuk magunkat lelombozni. Talán most már az isteni művésznői Szibil énekel nékünk néhány dalt. Jöjjön, parancsoljon. Hát, bravo. Ha ennyire óhajtják, hát akkor... Bocsánat, hogy beleszólok, de még túl korán van a hangszallagoknak. Túl korán, hát este 90. Talán majd egy kis pezsgő jót tesz majd a torkának. Hogyne. Nem a maga torkára gondoltam! Vagy talán maga is énekelne, akkor... Megfordult a fejemben. Van is egy dal, amit még édesanyámtól tanultam. Egy norvég altató. Altató, gondolhattam volna. Ne törődjön vele, nem tud énekelni. Na, hát egy szót mondok, Szibéria. Egy szót mondok, fogantyú. Mi? Márpedig énekelni fogok. Megtiltom! Oh. Igen, és milyen jogon? Hát, mint impresszárió, aki holtomiglan, holtodiglan felelős, érted? Nincs szükségem ilyen balfácán impresszárióra, ki vagy rúgva? Ó, micsoda temperamentum! Nem fogja megbánni, művésznő. Ó, dehogy is. Éppen eleget vitatkoztunk a százalékon. Értem. Hát akkor, hölgyeim és uraim, csak most, csak nekünk az isteni Szibil művésznő műsorát hallgathatják! Szüllem elit, de mamami, szkál de fasznúr, potrőjádi, vildühág, öle vildühábló, Wilde Hablanke skaldet vor Porträte die de Mama mie. Mi volt ez? A norvég altató. Befejezted? Be. Maestro? Bár a férfi gyakran kér,
jobb ígéret, kár lesz csak a szó, jól vigyázz, nem kell félni, újra cserélni, lesz olyan is, ki jól imád, jön majd másik, bánja a kánya, sok szerelem van, Viktor rád. Bravo! Bravo, művészre! Fantasztikus! Gombház, hogyha leszakad, lesz majd más, ezért a kedvem rózsás, bolond az élet, hát táncoljunk! Gombház, ropni ezt a táncot, pompás, mit várom én, hogyha összedől is most a ház? Gombház! Bravo! Higgyen nékem, mindenképpen eljön, amiben úgy hiszünk. Lesz majd végság, új boldogság, így szól repesünk is szívünk. Semmi hasznom, mondta az asszony, most pedig elhagy, de mit tegyek. Nő van százis. Ez csupa frázis, férfi a gáton, hogy legyünk. Gombház, hogyha leszakad, lesz majd más, ezért a kedvem rózsás, bolond az élet, hát táncoljunk! Gombház, ropni ezt a táncot, pompás, mit bánom én, hogyha összedől is most a ház? Gombház! Oh, oh. Fantasztikus! Oh. Más hátra, mint hogy megnyissuk a bált! Erre parancsoljanak, hölgyeim és uraim! Sárna, nővérkém, szolgáljak! Micsoda nő! Micsoda nő! Nem? Micsoda nő! Mit szól? Van a... Jaj, kicsi pohár! Na gyere csak! Mi? Gyere! Gyere, ígyunk egy pertut! Hát ígyunk! Na. Mondjuk én gyógyszert szedek. Cukor? Keserűség. Érte. Na, ide figyelj. Én tudom, hogy mi a vendégszeretet. Mert ha nem itt lennénk, már rég Szibériába küldtelek volna. De mivel a vendégem vagy, ezért pertut iszom veled. Oh. Na, szervusz, kicsi pohár. Szervusz, tábornok. Megállunk! A tegező viszont csak a kis kadétra vonatkozik. Melyikre? Hát tudja ki, 30 évvel ezelőtt... Megértettem. Álmodszos bálon. Szervusz, kicsi kadét. Na, szervusz, puhárka. Most már egészen biztos vagyok benne, elég lesz, hogy ő az. Biztos vagyok benne, hogy csak ő lehet. Tudom, kicsi részlet, bár a kesztyűpróba még nem történt meg. Jaj, hát azt még váratom. Hát először még puhítom, mint öreg nyulat a szatyorba, tudod? Nagyon szép hasonlat. Igaz? Na ide figyelj, kicsi pohár. Te ismered az isteni művésznőt. Uh-huh. Na mondja csak neki, hogy milyen az a férfi, akit ő szeret. Szerencsétlen. Mi? Úgy értem, hogy mi a zsánere. Hát nézd rám. Micsoda, te vagy a zsánere? Nézd rám, és gondolj az ellentétemre. Na várj, akkor gondolok. Na, és milyen az ellentétem? Hát, férfias, kemény, határozott. Tovább? Jóképű, gazdag, stílusos, bátor, barna bőrű, kéklő, borostájú, erős, iszonygató. Na jó, most már ez elég, már gusztustalan. Hát mint te kérted, nem? Tudom, hogy én kértem, mert nem vagyok hülye. Ha meg akarod hódítani Szibit, akkor legyél olyan. Na most milyen? Most ledobtam a láncot. Olyan, amilyen én nem vagyok. Épp elmélyű. Legyél nyers, kemény és határozott. Olyan férfias! De ne csak úgy, hanem úgy férfias! Attól el lesz ájulva. Komolyan? Igen, de ne finoman, ne. Hanem keményen legyél egy állat! Na, hogy? Egy maszkulin őserő! Hát vagyis, hát itt vagyok! Korombáskodj!
Csapja fenekére! Csipkedd a hájat a dereket! Csikis vagy! Nagyon csikis vagyok! Alázd meg nyilvánosan! Ne! De! Szólj Szivikémnek! Ne! De! És mondd, hogy kezd úgy kinézni, mint a saját anyja. Nem állítom, hogy ez minden nőnél beválik, de Szibilnél biztosan, mert ő... Művész lélek. Hát, kicsi pohár. Az, hát add meg neki, amire vágyik, és akkor futni fog utánad, mint a pincsi kutya. Pincsi kutya, hát ez nagyon jó, de... Hoppá. Kormányzó úr, itt van. Ne fárasztja már magát ezzel az emberrel. Különben is megígérte, hogy ma este csak velem táncol. Én beszélgetek, Szivike. Nem tűnik fel, mi? Ja, bocsánat. Nem akartam zavarni. Ja, dehogy is zavarsz! Kiskutyám, gyere csak ide, pitíztél ide, lábhoz, gyere! Itt a jutni fala, gyere! Bart! Gyere csak ide, cumolj meg! Gyere! Hogy beszél velem ez az ember, és miért tegez? Hát már is belopta magát a szívébe. Na, gyerünk, pincsi kutya! Ja! Ne ezt fog meg, kőkemény! Hát maga megőrült! Tő! Hát nem szedtél fel egy pár kilót, amióta nem találkoztunk? Mi? 10 perccel ezelőtt látott utoljára. Na hát éppen azért mondom, Szivike! Ha így folytatod, dagadtabb leszel, mint anyád! Te nem mondasz semmit! Mit mondhatnék? Hát... Senki se szereti, hogyha laffog a hája nőn. Micsoda? Laffog a hája nőn. Mi? Na jó, nekem ebből elegem van, majd később táncolunk, kormányzó úr. Dehogy is most táncolunk, Szivikém. Ez jó eset. Na, kérsz egy kis pesgőt, Szivikém? Mert hozzá nekem is az enyém elfogyott. Hát hozzá magadnak, te! Tegez, gyerünk táncolni, tegez. Te Erzne, nem mondasz semmit! Erre vágysz, most megkapod. Aha. Emeld már azt a nagy valagodat, te pincsi kutya! Te balfácán roncs, csőttő meg. Hát csoda, hogy az önértékelésem romokban van! Na de majd én megmutatom. Majd én megmutatom, hogy mi a bátorság. A következő embert, aki itt belép, úgy pofán vágom, hogy zsebkendőben viszi haza a fogait. Állj, ki vagy? Konstantin nagyherceg vagyok. Talán egy pohár pesgőt. Elnézést, de maga kicsoda. Hoppá, hopp, én ezt itt most eldöntöttem, de... Hoppá, tessék, pohár. Ja, pohár, már vagyok. Majdnem magára öntöttem, de magamra öntöm. Köszönöm. Kicsi pohár, hát ez a pincsi kutyásztori, most már csak az nem felfújtott vagyok. Júj! Menjen már innen, tűnjön el, mit szerencsétlenkedünk itt! Nagyon szeretnék, de nem tudok. Hát ez a meglepetés, ez fantasztikus. Hát nem is tudom, hogy ugye, maguk is. Éljen a cár! Éljen! A feleségem itt van, ugye? Azonnal szólok neki, futok. Ne fáradjon, tudja, meglepetés lesz. Értem. Épp ott jön a hadnagyúra. Ki? Hát ő felsége, felesége. A feleségem ő felsége? Nem. Hát pont ezt mondtam, csak fordítva, tudja. Hol? Hát ott fent, hogyha feljebb egy picit. Ő? Ő a felesége? Na, mit csodálkozik? Hát milyen gyönyörű asszony, nem, de bár? Én nagyon örülök, hogy meg van elégedve a feleségével. Óvatosan, felség, lehet, hogy anarchokommunista merénylő. Marhaság, nálunk nincsenek szélsőségesek, és ha vannak is, a hadseregünk mindenre fel van készülve. Éhen a cár! Jöjjenek, csak fáradjanak be. Köszönjük, asszonyom. Nem áll! Bocsánat, Charlotte! Hé, Charlotte! Charlotte! Van, nem beszélgetünk. Itt a... Hagyjad már! De itt a nagyherceg! Itt a nagyherceg! A nagyherceg végünk van. Sokáig éljen a felséges házaspár! Menjenek már hátra! Felség,
Anna Petrovna! Fenségem! Drágám, drágám, hát, hogy megváltozott a két hét alatt, mióta nem láttam. Milyen sápa? Megfáztam, és most halucinálom. Jobbulás. Köszönöm. Na. Hát, azt hittem, jobban fog örülni, ha meglát. Egy kicsit se boldog, hogy itt vagyok. Anna. Fenség, én igazán nem is tudom, hogy mit mondjak. Hogy van? Hogy van, fenséges asszonyom, szívem dobban, hogy újra láthatom, miért hallgat így, ez mondhatom, nem szép. Mi furcsa ön, nem nyújtja ön, csókra nekem kezét. Szívem dobban, mi furcsa gondolat, hogy van, remélem jól volat. Sárdom, felség, nagy bűnt követtem el. Mi furcsa ön, nem nyújtja ön, csókra nekem kezét. Miért nem gyengít hozzám, fenség? Nézzen hát szemembe jól, nézzen hát szemembe, honnan a múlt száz emléke szólt. Oly szép emlék, nyár volt nemrég, és az álmok kék tavár. Szálltunk ringva, mint a gyermek, a szerelmünk csónakán. Engedelmével táncba vinném el, hadd csodáljam itt a bálban ajkalángoló tüzét, hisz az énem vár, az idő elszáll, ábrándozás az élet, álmodás alli. Csoportosan! Nem látják, mi folyik itt? Mi mit akar? Na, hagyja, hadd beszéljen! Felség, felség, én teljesen ártatlan vagyok, és nagyon gyenge az idegrendszerem. Én nem akarok Szibériába menni! Én most elmondok mindent! Ez a nő, ő a hibás mindenért! Gyűlölöm, az agyamra megy! Kiről beszél? Hát Szibírről! Maga a feleségemet nevezi Szibírnek. De hát nem a felesége, hiszen tudja. Most miért csinálja ezt velem? Nekem nagyon gyenge az idegrendszerem. Maga azt állítja, hogy a nagy hercegnő nem a nagy hercegnő! Kopernikusnak sem volt könnyű. Vigyék ki, hazudik! Nem, nem, nem! Szibill, mondj már valamit! Mégis mit mondja? Nem te, te! Maga! Tegezi a feleségemet. Tudja, hogy ez felségsértés? Köszönöm. Maguk össze-vissza hazudoznak. Hát mindenki össze-vissza beszél. Hát hogy lenne már Szibill a fenséget felesége? Mióta? Na jó. Ki ez a Szibill, akit maga itt folyton emleget? Hát az énekesnő Szibill. De hiszen ő ott áll. Hiszen ő Charlotte, a feleségem, és egy egyszerű zongora kísérő. Ne nevezz egyszerű zongora kísérőnek! Nem, 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 ne fogd be, kérlek, most inkább mégiscsak beszélj. Légy szíves, mondd el, hogy ki vagy. Mondd el! Természetesen. Na! Szibill vagyok. Megöllek te! Klimpírozó! Most már elég ez az ember, közveszélyes. Tartóztassák le és a hajnali vonattal küldjék Szibériába. Szibériába? Ne csak oda. Ne! Csak oda ne! Én francia állampolgár vagyok!
Nekem jogaim vannak! Nem tudom, milyen jogaim! De sok van belőlük, és mind az enyém! Bocsásson meg neki, fenség! A szerelemtől ment el az esze. Régóta reménytelenül szerelmes belém, de én Sibyl, igen, én Sibyl, mást szeretek. Oh. Tulip noir! Kérem! Akár főbe is lövethetném. De uraim, inkább vigyék ki a parkba. Hadd térjen magához a friss levegőn. Parkba, köszönöm. Mi? A parkba? Ne! Hát hideg van, havazik. Így is meg vagyok fázva. Jobbulás. Köszönöm. Charlotte! Nem, Charlotte! Charlotte! Franciák. Most pedig menjenek ki. Hogy? Ó, szeretnék kettesben beszélni a feleségemmel. Hát persze, na, fáradjanak ki a folyéba. Jöjjenek csak, jöjjenek. Iszogassanak, eszegessenek. Hát megmutatom itt a buxusokat, parancsoljon, madám. És most? Hogyan folytatódjék ez a történet, Anna? Fenség, én megmagyarázom. Nem szükséges, én jól vagyok. Tessék? Jó érzés, ha az ember egy szép nőt a hatalmában tarthat. Ön nem úriember. Én nem vagyok úriember. És akkor? Maga mi? Fenség, hibáztam, maga mert... hazudott. Igen. Azt mondta, hogy a feleségem. Igen. Akkor legyen is a feleségem. Micsoda? Csak ma estére. Aztán majd meglátjuk. Oh. Vagy botrányt akar? Ez zsarolás. Az. De kérhetnék ennél jóval többet is, nem? De nem kérem. Pedig maga. Nagyon tetszik nekem Sibyl. Nagyon, nagyon, nagyon. Jaj, csak azt kérem, hogy egy estét töltsünk el anélkül, hogy belegondolnánk a következményekbe, utána szabadon dönthet, megy, vagy marad. Nem lehet. Egy Petrov nevű szökött testőrtiszt miatt? Letartóztatja. No, nem, nem. Az túl könnyű lenne. Mindkettőnknek. Én enélkül is meg tudom magát győzni. És a felesége? Mi van a feleségemmel? Ó, oh, Sibyl. Sibyl. Ugye nem akar engem tisztességre tanítani? Jaj, mert nagyon meg fogok ijedni, és így úgy hanyatomlok, elszaladok. Aj, szerintem ne legyen olyan józan. Mert akkor nem érzi, hogy mekkora lehetőséget kaptunk a sorstól. Szokott bármire gondolni? Mert én most bármit megadhatok magának. Jaj, nézze csak, mit rendeztem ide. Kün hull a hó, ben búg a szamovár. Búgok én is, ketten búgunk. Picit mosolyog, észrevettem, hát... Hát nem gyönyörű. A kandallóban rőzse ég, és ízzik a parát. Parás, parás, szép izzó. Külszállingóz a hópehely, szívemben gyúl varázs. Varázs, varázs, bódító varázs. A két karom vár, az ajka tűzben ég. Az ajkam forró, de szívem olyan, mint a jég. Ne légy oly félénk, hisz senki nem néz rám. Vigyázz!
fenség mindjárt kihűl forró tánk. Illúzió. Szerelem, színek tündér, szép illúzió. Katíron játszik körülem rózsás illúzió. A szúgja halkan türelem lassan felolvad a jég. Megsimogat e hófehér kacsót. Csak lesen lassan térelem begyönyörű illúzió. Ne titkold azt el, szívedben forrad ír. Vigyázzon, fenség, így nálam célt már nem ír. Nem érzed azt meg, hogy szomjas már a szám. A te, ha is kész, fenséged hány cukrot kíván.
Mit óhajt, hadnagy úr? Meghoztam a nagyhercegnő sáját, amit a szállodában felejtett. Ó, érdekes, mert én is elhoztam. A végén egész kis sálgyűjteménye lesz, ha így folytatja. De kérem. Kérem. Rendben van, elmegyek. De jól gondolja meg, amit mondtam Anna. Petrov? Na. Mi volt ez? Micsoda? Micsoda? Nem érdekes. Nem érdekes? Jól esett? Hogy beszélsz te velem? Hogy én hogy beszélek veled, ezt kérdezed? Ezt? Rendben. Ó, remek, most mész és feladod magad. Van valami kifogásod ellene? Ó, Istenem, ez olyan felesleges. Miért is? Miért is? Mert a nagyherceg már mindent tud. Tudja, hogy ki vagyok? Igen. Erről beszélgettetek. Többek között. És? Akkor? Miért nem tartóztatott le? Talán azért, mert nem vágtam állon, amikor átölelt. Lehet, hogy már nem vagyok katona, de ezt azért mégsem hagyhatom. Most menj vissza a szállodába és nyugodj le. Minek? Mert a nagyhercegnő már biztosan megérkezett. Csak mi tudjuk, hogy az éjféli gyorsan jött. Menj el érte. Hozd ide, mondd el, hogy te vagy a tékozló fiú. Hassál a szívére. És ha nem megy, akkor mondd el neki, hogy a nagyherceg nem viselkedett valami tisztességesen. Szóval mégis. Ez nem fontos, Petrov, te csak tedd ezt. Szibil? Igen. Miért szöktél meg előlem Péterváron? Petrov, ez hogy jön ide? Sosem tudom, hogy igazából mit akarsz. Hozd ide a nagyhercegnőt. De... Ezt akarom. Ha. Légy ügyes! Menjen már ki! Na. Kormányzó úr, hadd pihenjek már egy kicsit! Amikor táncoltunk, én úgy éreztem, hogy 30 évet fiatalodtam, mintha maga nem. Én nem bírom ezt a tempót. Na hát akkor most eljött a mindent eldöntő pillanat. Ajaj. Én életemben egyszer voltam szerelmes. 30 éve. És most? Az kettő. Két időpont, de egy nő is. Tudja, hogy ki az az egy nő? Fogalmam sincs. Nincs? Maga. Én? Éppen ezért engedje meg, hogy felhúzzam a kezére. Gyűrűt? Nem. A kesztyűt. A kesztyűt? Hát persze, ne adja a kezét. De miért? Na mutassa, segítsen. De hát ez... Nem, most mit csinál? Nem kérdez, hanem segítsen! Tehát ez kicsi! Nem lehet kicsi! Hát ránya kesztyű! Az évek során tönkrement és összezsugorodott! De a kéz, az icipici régi kéz, éppen ezért én most megkérem a régi kezét. Hogy a régi kezemet? Hát tudja! Mit? 29 évvel ezelőtt. 29 éve mi ketten? Na jó, hát most már lassan 30. Maga sérteget! Ne, hát ennyire nem változhattam meg. Hát én vagyok. Kicsi kadét. Istenem, milyen kicsi kadét. Na jó, jó. De el ne állj ő nekem. Jó. Na akkor figyeljen. Gyűlik Noir. Igen? Hát nem, semmi. Ha 30 éve erre várok! 29! Jó, hát akkor 29! Ha nem lehet, ez legyen a feleségem! Ez nem lehet, hát én 29 vagy 30 évvel ezelőtt még meg sem születtem. Jaj, hát ismerem én a művészeket. Néni! Ez kesztyű. De engem nem érdekel a kora. Csak maga érdekel. Hagyj abba, jó? Pont jó. Hát február volt, az admiralitás báján, emlékszik? A nyeszk
Nyeszki Prospekt. Úgy van, a Nyeszki Prospekt. Jó. Hát emléksz. Engedje már el a kezemet, tudja, jó? A bálterem zsúfolásig tele volt. Az a sok kis kadét. Úgy van, a sok kis kadét. Én megláttam magát. Figyelmeztetem, hogy sikítani fogok. Felkértem magamhoz, szorítottam. Oh, ez fáj! És megéreztem azt a pompás illatot. Tulip Noir. Úgy van, Tulip Noir! Szeretem, no, szeretem! Segítség! Segítség! Hát ez nem lehet. Mit nem lehet? Hát ez nem lehet. Mit nem lehet? Nem lehet, hát már éppen kezdtek az eszébe jutni a dolgok, erre meg jön maga, menjen ki, vagy kivitetem, komolyan. Ne le, ne rángasson, mert rosszul leszek. Őrség! Szélső szívó hiában le. Engedjenek el. Üljék már ki. Hát nem látják, hogy forog minden. Isten! Rosszul van? Rosszul! Nagyon rosszul! Mert rájöttem! Mire? Menjen már innen! Tankönyvedben van nagyon sok pölzsdalag. Most egyre gondolok. Úgy látszik, a föld mégis mozog. Mégse tudta ezt, jó doktor Szokratesz. Mert én most felfedeztem, hogy van ez. Hogy görbét nézek, megértem már az egét. Az öreg föld is részek. Szegényke lábán, nem áll a lábán. Te kis kadét. Nincs sikerem nálam, állt a lába baj. Csak égnek áll a haj. Az asztalnak nyolc a lábaj. Még eddig csak négy volt néki borzalom. Lábak már szörnyű a forgal. Hogy így gerbét nézek, megértem már az egészet. Az egész föld is részek. Szegényke lábán, te vár a lábán. Vigyék neki! Na, hát végre csak, hogy ketten vagyunk. Szibi, mi? Gyorsan. Ó, már is adom. Hát mi, most akkor ápolni fogja? Hát beteg, most mit csinál? Most akartam megkérni a kezét. Nem kérheted meg a kezét. Mi? Kadét. Mert ő az én feleségem. Hányszor mondjam el? Megint kezded? Nem kezdem, folytatom. Mit vettél bár már megint? Aspirint. Soha többé ne kérdezz meg, hogy mit veszek be. A halál torkából jövök. Legalább mínusz egy fok van kint. Majdnem meghaltam. De volt időm gondolkodni, úgyhogy el a kezekkel a feleségemtől. Nem a feleséged, mert ő Tulip Noir és az enyém lesz. Na, azt szeretném én látni. Az anyád! Megfogtam a lábát!
feleségemet csukogatja! Nem a feleséged! De! 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 És vegye tudomásul végre mindenki! Hogy ez a nő, ez nem Sibyl, hanem Charlotte, a feleségem! És nem egy egyszerű zongora kísérő, hanem korrepetítor! Na jó, aki szeretnék tudni, ki az igazi Sibyl? Hovár! Felséges, a szörnyű. Mert én majd elmondom maguknak! Nagyon meg fognak lepődni! Gyere le! Az igazi Sibyl! Ne! Nem más! Renault Sibyl művésznő Párizsból! Úristen, a felesége! A nagyhercegnő! Parancsa értelmében itt a művésznő felség. Hisz az őrület! Ő kívánta ezt. Bocsásson meg, de... Pardon, felség, hogy késve érkezem. Nem. És kérem, nézd el nekem. De hát... Felség, mondja meg, bocsájt. Nagy vétkemért kérem kegyét. Szíve bocsánat. Egy szót! Ha rám tekint a tárnyír, Anna! Felség, az én nevem Sibyl, oly szép az est, és kellemet kínál. Így társaság, díszes ruhák, elragadó a bár. Egy-két szót most beszélnem kell önnel. Mi kitüntető ezer örömmel. Kettesben, hogy senki meg ne hallja. Semmi titkom nincs, amit zavarna. Írd meg hát, ez végül szégyent hoz rám. Az sem érdekel, hogyha kell, legyen botrány. Táncra kérem önt, szép Sibyl. Oly kitüntetőek egy, ám de sajnos mégsem egy, mert a táncot régen elígértem már. Akkor a következőt nekem adja mielőtt, bárki más kéri öntől, ugye vár. Sajnos úgy áll a dolog, hogy csak egyel táncolok, neki elígértem ezt még ön előtt. És ki az a kegyelt, az a boldog irigyelt? Íme, bemutatom önnek őt. Há, hát a gyúr! Úgy szép az ég, néző csillagos fényben tündököd a vihapár. Nézze, míg a cél! Kedves jó felség, vegyen erőt magát! És hogy rásimul, és ez néki mi öröm, tövelem. Ehhez mégis van közöm, de hisz ez a fickó elem! Sose játszom a félénket, a férfi velem kicsit élénkebb, hisz a tánc szívemhez nőtt. Örülök fiú társaknak, velük élvezet hozz, mit a bánat hat, csak a jó kedv ad erőt. Olyan ám a férfi, mint a virek, akinél legtöbbször csak nevetek, de megértjük ezt, mit gyengerünk.
pedig csak szoknya kergető. Szememben ülsz, úgy megűsz, magamba nevetek, naív komédiány, könnyelmű bár és csapodán. Ezért mi a csapodán? Azt mondja hű, pedig csak szoknya kergető. Csodaszép! Igazítsa meg, kérem, a fejdíszt a hajamba! Mondja, szereti, ugye, a hajam színét? Na mondja, hogy imádja! Fenség, legyen józan! Parancsolom! Imádom! Sose jártam izgalmas táncot, izzó tűz, ami szemében lát. Az volt, hogy szédítő. Nem is láttam. Te mondja magatán, egy cseppet sem szédült. Egy cseppet sem. Ügyetlen mondja, hogy szép vagyok. Csoda szép. Mondja hangosan, na mondja még. Csoda szép, önállom kép. Mondja, hogy úgy szeret, mint még sohasem. Köszönjük az Istenért. Parancsolom. Nem láttam soha még gyönyörű bét, tündéri bőt. Csoda. Isteni asszony, imádlak, imádlak, Szibill! Pardon, egy szóra! Parancsol, fenség! A tréfa túlmegy a határon, ezt nem tűröm el semmi áron. Az ön kacír viselkedése sért, én szégyellem magam önért. Nem is értem, mi bántja, mi sérti úgy kegyedőt. Talán csak szabad táncolnom azzal, kit szeretek. Hadd nagy úr, távozzék, menjen el! Hadd nagy úr, maradjon itt! Katalánnak én parancsolok! Neki ön parancsol, de én parancsolok a kedvesemnek!
Mindketten hát, na jó, sikere hadd, nagy uram, ragyogó. De végre ez nem ok, hogy búsakodjam, irigykedjem, bosszankodjam. Hisz itt van én, a drága néki, aranyos, mindig kedves és mindig szerelmes, a kedvem néha viharos, csókkal csillapít. Ha arcom olykor haragos, mint a jó feleség felvidít, mert szép az asszony, ha fagyos, de gyönyörű a szája, mely hevít. A nő bizonyos, de szeretem is őt, mert édes, aranyos. A szárnyainkat kéretem, mit akar tenni? Mindjárt meglátja! Hajnali hét haragunkban, mint szemezendül álló pár, fényerősen, mint tulatunkban, megül az okra, kétke fogyra szár, fogtaj se zobar! Távozunk, fenség! Késő már, a nagyhercegnő fáradt, ideje van már a távozásnak, jó lesz majd a nyugalom az ágyban. Lefeküdni ott vele egy szobában. Búcsúzzék a társaságtól, kérem. Tekinted fagyos, úgy termed a vérem. Szíveskedjék búcsúzni már. Öröm nekem, hogy itt voltam, igen, kellemesen táncoltam. Engedjék meg, hogy távozzam. Fenség, a szánok készen állanak. Hölgyek, urak, nekem is, ugye megbocsájtanak, hogy ha búcsúzom és hazamegyek már. Fáj a fejem is bizony, és ezt nehezen bírom, megbocsájtanak nekem, ugye bár. Kérem, nem kísérne el, hogyha önnek megfelel, kaphat nálam majd egy csésze jó teát. Míg kinn az éjsötét, kedves lesz az együttlét. Szépen elkísér, ha jó barát. Anna, fejezd be! Nevetséges vagy. Én vagyok nevetséges. Úgy sem mered megtenni. Majd meglátjuk. Botrány lesz. Nem érdekel. Anna, esküszöm, mindent megmagyarázok, mindent rendbe hozok. Esküszöm, esküszöm. Torkik vagyok ezzel. Engedj.
Felséges asszonyom, felséges uram, hadnagy úr, szabad érdeklődnöm, hogy milyen volt a bál. Hozzanak teát a lakosztályomba. Teát, igenis. Két személyre. Én is kérek. Akkor az három, vagy az említett kettő, egy. Négy. Az kétszer kettő, vagy három plusz egy? Négy tea, igenis, intézkedem. Hát akkor? Akkor... Talán... Jó éjszakát! Nekem nincs kedvem lefeküdni. Üljön ide mellém. Ha nem haragszik, akkor én most inkább. De sajnos ragaszkodom hozzá. Anna! Ne legyen olyan bátortalan maga katona. Már nem egészen. Bennem viszont egy egész hadsereg tombol. Hannibal Anteportas? Igen. Hippen készülök átkelni a havasokon. Fázom. Üljön közelebb. Hát akkor mi nem is zavarunk tovább. Nem várjuk meg inkább a teát? Jó, igen. Én is szomjazom. Bátran megcsokolhat. Végül is magunk közt vagyunk. Tudja én képes vagyok dönteni az eltöltött este után. Igazán? Szeretem. Szeret? Imádom. Most imádom. Szeretlek, Szibi. Imád? Maga nem mond semmit. Ha maga nem csókol, akkor majd én. Megcsókolhatom. Hunja le a szemét. Ez forró. Jöjjön, folytassuk ezt a kellemes beszélgetést oda bent. Hát akkor mi nem is zavarunk tovább. Felsége, Konstantinnak hívja. Csak egy percet kérnék, fenség. Rendben van. Addig én elszívok egy cigarettát. Maga! Nem dohányzik, hadnagy úr? Ó, de igen, köszönöm! Ó, igen, én is szívesen rágyújtanék. A művésznők dohányoznak, ugye? Csak előadás után. Jó, akkor majd utána. Várom. Lassan kihűl. Vigye már ki. Úgy sincs te a idő. Ez Oroszország. Tudtommal. Brum-brum. Na, kis Petrov. Itt maradtunk ketten. Hát, ami azt illeti, én szívesebben lennék most máshol. Talán nem tetszik a felesége? Ha? Nem gyújt lángra? Ó, dehogy nem. Azért mégis. Ezzel én is így vagyok. Tudod? Ha én most bemegyek azon az ajtón, és hidd el, nagyon szívesen bemennék, biztos meg fogom bánni. Ha nem megyek be, na azt is meg fogom bánni. Mi legyen? Ha már úgyis mindegy, akkor azt javasolnám, hogy ne menjen be azon az ajtón, hanem menjen be a másikon. Menjek be a másikon. Jó? Nagyon jó. Miért is köröznek téged? Megszöktem az ezredem. Miatta? Miatta. Hát, te is meg fogod bánni. Nem hiszem. Nem tudom. Van egy ajánlatom. Én nem megyek be azon az ajtón, hanem bemegyek a másikon. Te pedig szintén. Viszont utána visszajössz velem Pétervárra. Nem tehetem. Szököttes törtiszt vagyok. Na kép, a nagy herceggel dohányzik? Van egy ötletem. Kinevezlek szárnysegédemmé, és minden el van intézve. Hagyja mit, Szibild. Utánad jön. Ha tényleg szeret. Viszont
Van még egy ajánlatom. Hallgatom. Ígyunk meg egy konyakot. Kettőt, hármat, négyet, ötöt a bárban. Gondolom nincs más választásom. Ha a konyakra gondolsz, ez parancs. De te fizetsz. Értettem. Nem is olyan régen a szerelem a maga kis szívűben dalult nekem, felhő köztünk sohasem volt. Csak az a csók, csak az a csók. Csábító szavának miért hitte bűn, hisz ma már csak a bánat a könnyenyűbb, a lányok könnyen csábulók. Az a csók, az a csók. A férfi szorrepke mámon, csak elfutó nyári zábor. Csak te is esküszöm, senki más. Csábító szavak, hinni bennük nem szabad. Fájó volt az ébredés, könnyek is szenvedős. Őszinte vallomás, szóvirág, nem más. Művésznő, már is egyedül hagyja a férjem. Nincs a szobában. És ő? Ő sincs itt. Ó, hála Istennek meggondolták magukat. Ahogy én a férjemet ismerem, csak iszik egy konyakot előtte. Talán nem is ismeri őt olyan jól. Mert talán maga ismeri, ugye? Felszég, beszéljünk őszintén. Nekem semmi kedvem magával beszélgetni. Hát pedig muszáj. Nyilvánvaló, hogy a nagyherceg magát szereti, Petrov pedig engem. Olyan biztos ebben? Ó, hát meg tudom különböztetni a hamis játékot a valóditól. Szakmai ártalom. Szívesen cserélnék magával. Maga szerint a férjem szeret engem? Ó, hiszen féltékeny. Csak gyáva. A gyáva is féltékeny. De ne dicsérjük őket tovább. Cseréljünk. Férfi? Szobát! Kezd izgalmas lenni. Petrov engem talál majd a maga szobájában. A nagyherceg pedig magát találja ott helyettem. Kezd ijesztő lenni. Ó, pedig nincs mitől félni. Meg lesz könnyebbülve. De nem lesz boldog. Túl lesz egy konyakon. Ez igaz. Nekem sem ártana. Felség! Tekintsük ezt egy vígjátéknak. Higgy el, hogy magát szereti. És magát szerette mindig. Elhiszem, mert el akarom hinni. És mert jobban szeretem a vígjátékot. Ez a legjobb megoldás. Tudja, más körülmények között mi jóban is lehetnénk. Na, ebben biztos vagyok. Oda? Én pedig ide. A kis asztalon van egy doboz bombon. Szomorúság ellen konyakos. Köszönöm, nevet sértésnek, de remélem, soha többé nem találkozunk. Én is remélem. Szervusz! Szervusz! Poár, várj meg! Nem! Ne haragudj! Megtagadtál!
Hülyét csináltál belőlem, hagytad, hogy ez a majom fogdosson, meg csókolgasson. Igen, igen, mert ő kell neked, egy brutális barom. Na most fogom a bőröndömet, és elmegyek. Jó, menjél. Menj be a szobába, vedd be az összes nyugtatót, jó, és fordulj a fal felé az ágyban, de egyedül. Sokkal jobb lesz nélküled. Örülök, és miattad fáztam meg. Ó, egészség, angyala. Tudod-e, mik a lázak? Majd nem vagy normális. Köst föl magad! Eszem ágában sincs. Inkább megyek és leugrom az erkélyről. Jó. Külik, noha! Hát csak hogy végre! Pohár, kérlek, ne hagyd már vele egyedül! Legyetek boldogok! Köszönjük szépen! Hát csak hogy végre! Hol bújkáltál, Tulip Noir? Nem vagyok Tulip Noir, értse már meg! Charlotte Pohár vagyok, és férjem van! Hát nincs férjed. De itt van a karikagyűrű az ujjamon. Az csak egy gyűrű. De hát akkor hozzam le a házassági anyakönyvi kivonatomat? Vagy milyen bizonyítékot akar még? Hát semmilyet! Hát akkor miért mondtad, hogy nem a férjed? Azért, mert haragudtam rá. De nagyon, most már tudom, hogy nagyon szeretem, akármilyen idióta is. Lehet, hogy pont ezért. Mi van, nem ugrottál le? Nem működött az erkély. Poár, ugye tudod, hogy nagyon szeretlek? Nagyon-nagyon szeretlek. Én is nagyon szeretlek. Te vagy a gyógyszerem. Esküszöm, hogy megváltozom. Ott hagyom Szibilt, és keresek valami normális munkát, és boldogan élünk, de... Nem, maradj ilyen, amilyen vagy. Hát ezt az egy dolgot kivéve. Ne, ezt ne csinálják, mert én rosszul leszek. Tényleg? Ideg nyugtató. Itt van. Elfogni a csapítót! Már megint maga? Mi ez a létszám? Ismerős ez a kesztyű? A kesztyű. És íme itt a párja. Hát az nem a magáé. De igen. Nem. És tudja meg, hogy rájöttem, mert rám jött. Csak sajnos nem időben, mert akadályoztatva voltam. Hát részeg volt. Igen, de most már mindenre emlékszem. Szentpéterváron történt. Egy álharcos bálon egy kis kadét szerelmet vallott. Menjen már innen. És azt mondta, hogy örökké imádni fog. 30 éve várom, hogy visszajöjjön. 30 éve őrizgete ezt a kesztyűt. Honnan tudhatom volna egy kesztyűből? Keresni kellett volna. Kutatni, hegyeket elmozdítani! Menjen már innen! Hát segítsenek már maguk, meg mit állnak itt? Hát maguk szerint mit akar ezt tőlem? Szerintünk nyilvánvaló, hogy mit akar! Igen? Hát az nem lehet. Hát várjon csak egy kicsit. Hát az élet nem változtathat meg valakit ennyire. Hát semmi se olyan, mint rég! Akkor nézd a szemembe. Dehogy nézd. Na. Nézd. Nem. Nézd. Tulip Noir. Két szerencsétlenség érhet egy férfit az életében. Az egyik, amikor elveszíti élete nagy szerelmét, a másik, amikor megtalálja. Te is megváltoztál, kis Kadit. De nekem így is jó vagy. Na, anyád! Gyerünk! Jaj, Isten! De hová? Házasodni! Ez nem lehet, nekem van feleségem. Na hát, ez rossz kifogás. Na esküszöm, mondják meg neki, hogy van feleségem. Van feleségem, csak éppen fürdőkúrán van, Bádenba, de attól függetlenül még van. Hát most akkor öljem meg. Dehogy, nem kell, elválsz, és engem elveszel feleségül, és mostantól átveszem az irányítást. Ne! Á, kutya fáját annyit mondok, mereven álljon, mint szöveg, kezeit Anna drág zsinorra, hamarosan vagy ráverek. Ha csak egy árva szót is mukkan, ez a tenyér a száján csattan, ez a tenyér a száján csattan. A kormányzónak szavacsét
A kormányzani parancsol itt! Kapták az angyalát, jobbra hát barát, jobbra barát, fenn a fő és lenn a kéz, jobbra néz, jobbra barra néz! Kapták az angyalát, jobbra hát és balra hát, hátra harc, úgy maradj! Ó, de szörnyű bamba, szörnyű bamba vagy! Szeretem én a büszke férfit, aki a áll keményen áll. Nevetem én a gyenge férfit, kinek az asszony színig áll. A feleséged lennék, látom, papucs alatt nyögnél, barátom. Papucs alatt nyögnél, barátom. Kormányzónak szabadség. A kormányzóné parancsol is. Kapták az angyalát, jobbra barát, jobbra barát, fenn a tű és lenn a kéz, jobbra néz, jobbra barra néz. Kapták az angyalát, jobbra és balra, hát rossz, úgy maradj, ó, de szörnyű bamba, szörnyű bamba. Nyomás! Várjom már! Nyomás! Na, gyerünk, gyerünk! Na! Hullába csinálok! Na, most aztán gyerünk! Na, de hová? Szobára! Nincs üres szobám! Hála! Menj déli magasságot! Nincs üres szoba! De van lift! Mi? Azt hiszed! 30 év után tudok még egy percet is várni! Segítsen már valaki! Na, éljen kis Petrov! Mit olvas? Karl Marx, Sarló és Kalapács. Nem ismerem. Na, két kocsit kérünk a hátsó kijárathoz. Legyenek indulásra készen. Meg lesz, ha bár a kocsisok. Kicsit bizalmatlanok a legutóbbi eset óta. Igen? Hát akkor fizesse ki őket. Karl Marx a tőke. Na persze. Tőke. Igen, szóval, hogy... 10, 9, 8, 7, na jó, mindegy. Tartsa meg az aprót, és felejtsen el mindent, amit ma itt történt. Mindig számíthatnak a Grand Hotel diszkréciójára. Nos, Anna Jur, jöjjön! Bátran! Előre! Előre! Nálad ki van? A feleséged. Eltévesztettük az ajtót? Sibyl, kérem, bocsásson meg, én a feleségemhez akartam bemenni. Úgy látszik, mi kitaláljuk egymás gondolatát is, mert én Petrovot kerestem. Igen? Hát bizonyos értelemben mindenképpen. Drágám, meg tudsz nekem bocsájtani? Tudod, én csak azt akartam neked mondani, hogy de mi is az a szó, valahol regényekben már olvastam, de most teljesen elfelejtettem, fogalmam sincs, mi az, egyáltalán nem tudom, nem jut össze. Ja, megvan! Hibáztam! Megbocsájtok, feltéve, ha a hadnagyúr nem kap büntetést. Nem kap, sőt, előléptettem, kineveztem szárnysegédemmé. A hajnali vonattal indulunk is vissza Szentpétervárra. Hogy elrendezzük a dolgokat? Hadd higgye ez a város, hogy csak álmodta, hogy itt volt. Menjünk, drágám. Készüljünk fel az útra.
Szibil, akarod, nem fogadom el a kinevezést. Hogy, dehogy nem. El kell fogadnod, ez nagy lehetőség. Nem engedem, hogy lemondj róla. Ez azt jelenti, hogy... Petrov. Mit? Hogy velem jössz Pétervárra? Ezt nem tudom elhinni. Én édes asszonyom Szibil, visszatér a szép idill. Házunkon halvad már a hó, s majd hogy hozzánk a csirka szó. Esküvőre lépünk, hangot hallom, arcot látom, mégis, mégis álom, csak álom. Petrov! Én nem mondtam igent. Nem. Csak egy kicsit gondolj bele. Mit csinálnék én Péterváron? Hol fogok játszani? A feleségem leszel. Hol fogok játszani? Mondd ki. Sehol. Ezt te sem gondolod komolyan. Miért? Akkor menjünk együtt Párizsba. Oh, és te mit csinálnál Párizsban? Mondd ki. Nem akarom. Mondd ki. Otthon ülök és várom, hogy hazagyere. Mese. Akkor döntöttem jól, amikor elszöktem előled. Majd a tábornok leszél. Szép, őszhajú tábornok. 12 unokával. Akkor majd hinni fogsz nekem. Szibil, meg fogjuk bánni. A sors nekünk a válást rendeli. Ha fáj is kis szép Petrovom, ne féljen. Azért a szíve nem szakad belé. Nos, hadnagy úr, bátran előre. Előre. Kérem, kísérje a kocsihoz a feleségemet. Viszontlátásra. Nem. Inkább minden jót. Jöjjön, Petro. Nem sokára Párizsba utazom. Meglátogathatom? Nem. A színházban sem fogad? Nem. Többé nem látom. Nem. Azért meg fogom próbálni. Meg. Elmentek? El. Ő is. És. Ó, szépség angyala, tudod-e, mik a lázak, s a vénség réme, az undok kín? A poár, hagyd már abba! Indulj csomagolni!